Ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgár neven a Mérő Mátyás, és mai vendégünk Bhaktipád Gószvámi Maharács, aki a Magyarország Krisna-tudatú hívők közösségének két első szanyásziából az egyik. Hare Krishna. Muszáj megemlíteni, mert nagyon, nagyon nagy esemény volt az, hogy az elmúlt Jammastamin két bakta szanyászavatást kapott, majd erről is érdeklődnék, hogy ez milyen változást hozott az életedbe és a szolgálatodba, ha marad rá idő. De először a mai fő témánkat próbáljuk meg feldolgozni, és pedig ez az érzelmek jellege, az érzelmek fontossága, az érzelmek forrása, tehát erről szeretnénk meg beszélni. Tulajdonképpen mi is az, hogy érzel? Hare Krishna, már jó érzelem van veled beszélni, ez már jó érzelem, érzés. Már csak azért is, mint nagyon csodálatos személy vagy, és a másik, hogy nagyon jól tudsz magyarul, és nyugodtan javíts ki, hogyha nem magyarosan mondom. És amit kérdésedet érint, ez az, hogy gyakorlatilag, na inkább nézzünk meg először, a tudományok szerint mik az érzelmek. Tudományok szerint érzelmek... Hát pszichológia, amit mond. Igen. Igen, igen, a materialista, ateista tudományok, pszichológia, ők azt mondják, hogy érzelem, ez egy kémiai reakció. Szóval van az agyunkban egyfolytából reakciók, vegyi reakciók, mint a szervezetben, amikor eszünk, akkor az étel átmegy bizonyos reakciókon, és akkor táplálja a testünket, ugyanúgy az agyba és egyfolytából történnek mindenféle vegyi reakciók, és ennek a terméke, mellékterméke ezek az érzelmek. Szóval a tudomány azt állítja, hogy az érzelmeknek nincsen jelentősége, hanem ez egy ilyen illuzorikus dolog. Az nem egy élő dolog, ez csak egy ilyen, nem egy racionális, szóval ez nem egy ember életnek, nem egy szubstanciója, amiből áll az ember. Ennek? Hát ezt egyébként visszakézből lehetne cáfolni, ha megnézzük, hogy az érzelmeknek milyen hatalmas jelentősége van például a történelemben. Tehát, hogy micsoda súlyos dolgok történtek egyszerűen érzelmi alapon. Tehát ugye az, hogy ez csak egy ilyen melléktermék, hát az elég ír. Így van, mert nagyon jó észrevettél, mert pont a működésben nem így működik. Ezért van egy ilyen skizofrén állapot a világunkban, hogy egy szempontból ez egy vegyi dolog, nem, nincsen semmi tartalma mögötte. Másik szemszögből az embereknek az élete az érzelmekből áll. Emberek mennek tanulni azért, mert érzelmeket akarnak szerezni, hogyha van tudásom, akkor nagyobb érzelmes sikerélményt kapok, akkor mindenki elmegy hétvégén kirándulni. Vannak emberek, akik olyan érzelmeket akarnak, ami már extrém dolgok, ugranak az ejtőernyőn, akkor ugranak magas hídről, aztán extrém dolgok. Ez is miért csak az érzelmek miatt van? És ezért a védikus írások is azt magyaráznak, hogy igenis ember, a maga ember, mint lélek, érzelmekből áll. Azt magyaráznak, hogy Sat Chit Ananda, a léleknek a természete, a örökivaló, Chit. Chit az a tudás és tapasztalat. A tudás által tapasztalatok, megvalósításokat. Hát ez mi? Ez egy érzelem. És Ananda, hogy amikor lélek szabad lesz anyagi érzelmektől,
akkor úgy mondjuk menedékébe kerül az lelki érzelmeknek, ami ananda boldogságot jelenti. És ugyanakkor tovább mehetünk, mert hogyha mi Istent, Istennek a természetét vizsgáljunk, akkor ott is Rasovai Saha, vagy Ananda Vyasat, vagy Ananda Svadana. Többféle magyarázat van Istennek a természetéről, de mindegyik arra utal, hogy ő is érzelmi lény, aki ízleli az érzelmeket egyfolytából. Hát tulajdonképpen ezek nagyon fontos dolgok, de mégis valahogy a világ nem helyez akkora súlyt ezekre. Tehát tulajdonképpen ha meggondoljuk, az oktatásban nem tanítják meg a gyerekeket arra, hogy kontrollálják az érzelméket, és hát helyette olyan tudást sajátíthatnak el, amelyekkel mondjuk a társadalomban és csak gazdaságban egy megfelelő funkciót tudnak betölteni, elsősorban, hogy termelők legyenek és fogyasztók legyenek, de az, hogy itt kontrollálják az érzelmeiket, és egyáltalán, hogy boldogok lehessenek, hiszen ez az alaptermészet a léleknek, hogy boldog akar lenni, erre igazán az iskola nem tanítja meg a gyereket. Igen, nem, sajnos nincsen erről szó, hát nincsen már erről a tudás, mert gyakorlatilag el van vészve már erről az információ, a tudás, mindegy, most mondjuk így a állami szinteken. És probléma az egészben, hogy az emberek tele lesznek anyagi érzelmekkel. És az anyagi érzelem az egyetlen egy, ami boldogtalanságot és szenvedést fog okozni. Mert az anyagi érzelmek az mindig konfliktusok. Konfliktusból állnak mindent. A lelki érzelmek azok, amik összharmóniában működnek mindennel. Csak egy példát lehet mondani, hogy főleg, amikor nincs is egy közös mérce, mihez mérjünk az érzelmeket, mert vannak úgynevezett jó érzelmek, de negatív érzelem. Például az érzelem, amit ember kap a kábítószer hatására, alkohol hatására, düh hatására, és akkor így lehet sorolni ezeket az érzelmeket, félelem hatása. Igazából itt a fő érzelem, a világban a félelem, és minden másféle rohanás valamilyen élvezet után ez a félelem érzelem befolyásolja, vagy akkumulálja, vagy hogy mondjuk már generálja. És nincsen erről... Honnan jön ez a félelem? A félelem, hogyha mi Bhagavad Gita szerint megnézünk, amikor a lélek kerül kapcsolatba ezzel a világgal, ennek a világnak van egy energiája. Hát sok energia van, de van egy fő energia. A tamasa buddhi, ez azt jelenti, hogy szennyezteti a tudatot. Amikor lélek bekerül ide, be van szennyeztetve a tudat, a úgynevezett tudatlanság energiával, ami abból áll, hogy a lélek elkezd azonosítani magát a testtel. Elfelejti, hogy én lélek vagyok, és ez a hamis ego létrejön így, azáltal, hogy én kivel azonosítom magamat, és amikor én elfeledek, hogy lélek vagyok, akkor itt mindig uralkodni fog a félelem. Még lehet, hogy ember próbál ezt elbújtatni, elrejteni a félelmet, de általában, hogyha megnézünk, mindenki a Facebookon mutatja, hogy mennyire boldog. Valaki, aki nagyon fél, az kigyúrja magát, bodybuilding-es, csak azért, hogy izmok mögött el legyen bújtatva félelem,
akkor szelfiket, hogy mi boldogok vagyunk, de önmagában ember, hogyha maradni fogunk, és nincsen neki elismerések, lájkok, hogy igen, igen, látunk, milyen jó neked, akkor elő fog jönni ez a félelem, és akkor jön a depresszió. Nem tudom, az én megértésem azt, a létszes javiszkőkhez nem jó, hogy tulajdonképpen itt van egy ellenmondás, mert a lélek az tudatos arról, hogy ő örök. Ugyanakkor, aki így megszületett egy emberi testben, az tudja, hogy meg fog halni. És szerintem a félelemnek ez is lehet az egyik forrása, hogy itten ütközik az, hogy a lélek örök, a test meg halandó. És ezért az ember a tudatában fél ettől a haláltól, mert tudja, hogy ez természetesen, és nem így van? Igen, így van. Igen, és akkor, és tudod, ami nagyon érdekes az egészben, ember fél a haláltól, mert azonosítja magát testével, de nem tud elképzelni magáról, hogy hogy lehet az, hogy én nem fogok létezni. Mert ő egy lélek. Igen. És nem, szóval igen. Ez egy ilyen... Hát a lélek az tudja, hogy nem szűnik meg soha. Igen, tudja, de mivel van ez a nyomás ránk, az anyagi érzelmek, ami itt vagyunk, igen. Csak reklám, ez, szóval nagyon prés alatt vagyunk, olyan anyagi érzelmeket préselnek ránk, ami megerősíti megértést abban, hogy én test vagyok, ezért félek a haláltól, félek, hogy holnap mi megváltozik a világba, de ugyanakkor még mindig nem tudom elképzelni, hogy hogy lehet olyan, hogy én nem fogok létezni. Ja. Igen. Ezt nem is lehet elképzelni, mert ez nem is így van. Igen. Igen. Ez egy elfogadható. Igen. Most mit lehet csinálni azért, hogy az ember valódi pozitív érzelmeket tudjon kifejleszteni? Igen. Ugye, vegyük pozitív értelem, amiről a világirodalom számtalan, meg nem számlálható műve tanúskodik, ugye a szerelem, de ugye ez is egy olyan, amire Krisna mondja a Bhagavad Gita-ban, hogy először nektár és azután méreg. Ugye tudjuk, hogy a számtalan irodalmi műben, hogy a nagy-nagy szerelmek végül tragédiába fulladnak, sokkal több van ilyen, mint ilyen happy endes, hát jó, hollywoodi filmekben van jó pár, még happy endes, de hát szóval, hát tudjuk, hogy ezek az igazi, valódi történetek nem ilyen. Sajnos a tény az, hogy az anyagi érzelmek nem lehetnek pozitívak. Mert ami pozitív, az is szenvedéshez fog vezetni. Hány olyan történetet hallottunk és látunk, hogy ma úgy szeretnek egymást, hogy élni nem tudnak egymás nélkül. Minden érte van. Ő minden neki, ő pedig neki, és egy pillanat után ugyanolyan gyűlöletbe kerülnek az emberek. Ez nagy számtalan ilyen dolog. Igen. Átfordul. Igen. Rengeteg ilyen példa van. Így van. És ezért a megoldás, ez a lelki érzelmek. És megoldás az a tanulni először, hogy mi a különbség, mit jelent, hogy lelki, mit jelent, hogy anyagi érzelmek. És tudod, ami nagyon érdekes még érzelmekről, hogy maga a cselekvés is, amit cselekszik az ember, ami az embernek a célja, sokszor az érzelmek miatt van. Nem sokszor, mindig. Szóval van egy gondolat, a gondolat egy érzelmet kelti, és akkor jut, amikor érzelem, én már előzetesen élvezem a célt. És akkor kitűzöm azt a célt, és akarok elérni. Ugyanakkor ez az egyik, hogy nagyon fontos, hogy én hogyan gondolkodok. Mivel, ahogy mondtam, most ránk tukmálják, mondjuk így, a gondolkodás, hogyan gondolkodj, a reklám, igen, oktatás, igen. Minden, akkor ez azt jelenti, irányítva van ami érzelmek is, ez az már természetesen, akkor az szerint a célunk is olyan lesz, és akkor már kiszámítható dolog, mit fogunk csinálni.
Ugyanakkor egy érdekes másik, amit erről említenék, és utána majd megyünk a megoldásokra, hogy most általában a boldogságra, amikor valaki akar a boldogsági érzelmet, akkor sokszor arra tanul az ember, hogy meg kell változtatni a körülményeket. De a boldogságunk és a körülményre való reakció még mindig az érzelmeken áll. Ezért kell változtatni az érzelmeket, akkor fog változni a boldogság is. Egy példát mondom neked. Itt van mondjuk a rendőr. És különböző embereknek amikor meglátnak rendőrt, különböző érzelmeket ébreszt fel. Azok az emberek, akik hálásak és éreznek, hogy rendőrök megvédenek, akkor ők mindig nagyon pozitívan állnak hozzájuk, jó érzéssel, jó érzelmel. Azok a személyek, akiknek a gondolatban és a célokban van megszegni a törvényeket, akkor, mikor ők látnak rendőröket, akkor vagy gyűlöletet, vagy félelmet, vagy negatív emóciót, negatív érzelmet ébreszti. Szóval itt is az értékrend alapján ugyanaz a pont, ugyanaz a tárgy, mondhatjuk így, hogy rendőr tárgynak veszünk, különböző értékrendű embernek különböző érzelmeket tud ébreszteni. És de miért? Azért, mert nincsen egyfajta induló pont, amihez kell mérni magunkat. Mert például védikus írások magyaráznak a nemes tulajdonságokat, és viszonyok, hogy kell viszonyulni Istenhez. És hogyha van, mi mérjük magunkhoz a saját életünket, nem ami most diktál a külső világunk. Vedd meg, így gondolkozz, mennyi, nem ennyi, amit beszéltünk. Hogyha a nem ehhez méri magát ember, és akkor szalad a társadalom nyomására, hanem a mondjuk a védikus írások szerint, akkor az érzelmek kezdenek kitisztulni az anyagi érzelmektől, és a lelki érzelmek fognak megjelenni, mert ember nem tud érzelmek nélkül élni, habár vannak olyan, képzeld el, te is olvastál, hogy nagyon sok ilyen irányzat van, aki lelki fejlődés, lelki gyakorlóknak neveznek, így el vannak is fogadva, ahol pont mondják, hogy a lényeg, hogy nem gondolni semmire, nem érezni semmit, nincs érzelem, vagy egyé válni valamilyen fénnyel, igen, egyé válni kell a fénnyel, és nem kell érzékelni, mert érzékelés az mindig rossz. Igen, ez mi nem fogadjunk el, mert már az elején ugye beszéltünk veled, hogy Isten, ő az érzelem. De ez nem lehetséges. Nem lehet, mert az a természetünk, hogy érzelmek menjenek, aktívak legyenek. Igen. Igen. És akkor... Hát akkor viszont mit kell csinálni? Az érzelmeket kell valahogyan átgyújni, nem? Igen. Rögtön én mondom is egy praktikus dolgot, szóval én nem szeretem csak így elméleti dolgokat beszélni, hanem hasznos, ami mai naptól a mi hallgatónk és a nézőnk is tudnak próbálni alkalmazni, hogy hát a védikus írásban fel van sorolva, hogy mik a lelki érzelmek. Az első lelki érzelem, ami már lehet gyakorolni, ez a hála. Szóval hálás lenni, ez egy érzelem, és ezt gyakorolni, ez első lépés ahhoz, hogy ember meg tudjon szabadulni a negatív érzelmektől, anyagi érzelmektől és a szenvedéseiktől.
A másik, hogy kultiválni, hogy én, amikor Istennel kapcsolatban vagy Bibliát olvasok otthon, vagy elmegyek templomba, mindenki saját tradícióba, és kultivál, hogy ezt keltsen bennem egy jó érzelmet. Én emlékszem, amikor kicsi gyerek voltam, és anyukám bevitte engem a római katolikus templomba, mert hozzá tartoztunk, és elkezdte mesélni a Jézus születéstől egész sajnos keresztfeszítésig, hogy benne milyen kellemes érzelmeket ezzel ébresztette anyukám. Szóval, hogyha mi inkább jobban ingadozik a szívünk, vagy a hullámok a tudatunkba, amikor Istennel kapcsolatban valamit halljunk, és próbáljunk kevésbé ingadozni, hullámoztatni az elmünket, a tudatunkat, amikor anyagi dolgok történnek, ebbe az irányba kell, hogy menjünk, akkor ez meg tud változtatni az életünket. De ehhez, például ahhoz, hogy hálát gyakoroljuk, ahhoz nem kell semmi, ezt már most lehet kezdeni. De ahhoz, hogy tovább lépjek... Igen, kérdésem lenne. Jó. Elnézést, hogy megszakítottam, hogy a hála az mindig transzcendentális, akkor is, hogyha egy másik embernek vagyok hálás. Igen. De úgy, hogy tényleg nem kimutatom azért, hogy még kapjak valamit, hanem őszintén szívből hálás vagyok egy másik. Hát az akkor is egy lelki dolog, transzcendentális. Hogyha anyagi javak miatt, igazából transzcendentális, amikor mondjuk én hálás vagyok lelki tanítómesternek, másik lelki személyeknek, Istennek. Most persze mindenkinek hálás kell, hogy legyünk. Ez egy alap kell, hogy legyen. Amúgy alap érzelem ez a hálás. Mert aki engem megtanított a kanalat fogni, tollat fogni, írni, bármire, bárkitől bármit kaptam, akkor hálás vagyok. Az mondhatjuk, az egy jóságos. Az még nem transzcendentális, nem a lelki. Ahogyan még az anyagi jóság segít a transzcendentális jóság felé haladni, akkor ez így egy pozitív energia, egy pozitív lépés. Így van. És nagyon jó szót mondtál, energia. Mert tudod, a latinul hogy lesz? Érzelem? Emovere. Ez azt jelenti... Mozdítani. Az érzelem, ami mozdítja embernek az életét. Igen. És ezért, hogyha én nem csak úgy engedem érzelmeknek, ahogy van, történnek, reagálni dolgokra, akkor ez szétcsúszik az ember. Tudjuk, hogy ember azt mondja, annyira szét vagyok esve. Miért? Mert össze-vissza széttépnek az érzelmek. De aki hálás, az egybe lesz. Az úgy mondják, hogy vyavasajatmika buddhi. Az intelligenciailag, tudatilag összeszed lesz, fokuszált. Ez az egy hála tulajdonság, egy fegyelmezett, összeszed embert fog teremteni. És utána, amikor mi ezt a hálát átirányítjuk Istenre, hogy minden, ami van, ez neki köszönhető, na akkor ez már lelkére fog változni. Transzcendentálisá. Igen. És... Hát, hogy egy kicsit személyesen... Ja. Igen. Igen, még egy befejezem, mielőtt kérdeztél, hogy ne felejtsek el, jó? Igen. Mert most jó, hogy pont ideillő kérdeztél, köszönöm a háláról, de utána akartam még azt mondani, hogy igen, azt, hogy ahhoz, hogy hálát gyakoroljuk, nem kell semmi, de az, hogy mi kapjunk tovább eredeti lelki érzelmeket, ami nagyon-nagyon mélyek, ahhoz nekünk fontos látni olyan személyeket, akik már ebbe otthon vannak, megvalósították. És az ők velük való társulás fog vinni magunkat, minket tovább,
hogy megtapasztalhassunk eredeti lelki érzelmeket, és megkülönböztessünk az anyagi érzelmeket a lelkéktől. Szóval itt egyedül már nem fog menni. Vannak Srila Prabhupada könyvek, ami ebbe segítenek, de ugyanakkor a Vaishnavák, úgy szoktunk mondani, a lelki személyek, Krishna hívők például. Ez egy nagyon jelentős dolog, mert hát igazán nekem az első Isten élményem az a hála volt. Ezt most itt elmondom a nagy közönség előtt, hát kicsit furcsa lesz, de akkor elmondom, hogy mert ez most nagyon betalált neki, mondta a hála jelentősége. Tehát ezt tudni kell, hogy nekem egy évtizedekig volt egy nagyon csúnya betegségem, ilyen bélbetegség, ami nem csak fájdalmas volt, hanem időnként megalázó is, mert időnként ilyen balesetek történtek. És az egyik ilyen alkalommal akkor éppen egy olyan irodaházban dolgoztam, ami a vakok intézete mellett volt. És hát szükségem volt friss alsóneműre, és eszembe jutott, hogy a kocsimban, az utcán van az alsónemű az autómban, és ezért lementem az utcára, és az utamat keresztezte két kis tinédzser, vak tinédzser, aki az oktatójukkal tanult bottal jár. És abban a pillanatban a szívemben megköszöntem, hogy én nekem csak ez a nyavaja jutott, és megköszöntem a jó sorsomat, és abban a pillanatban éreztem, hogy ezt valaki hallja. Tehát a szívemben ott van valaki, aki ezt hallja, hogy én ezt megköszöntem. Ez volt az első Isten élmény. Nagyon jó. És most egy nagyon betalált, mert tényleg ez egy olyan első lépés volt Isten felé, akkor még nem tudtam, hogy Krisnának hívják, vagy kinek hívják, minek hívják. Semmit se tudtam róla, mert én akkor még bőven ateista voltam, bár kereső, valamilyen szempontból kereső voltam. De az volt egy első lépés Isten felé, és ugye tudjuk, hogy ha mi egyet lépünk Isten felé, ő képes százat lépni felé. Igen. Tehát ő annyira várja azt, hogy mi észrevegyük már őt. Ugye a Gítában van ez a szép hasonlat, hogy van egy fa, és azon van két madár, és ugye az egyik madár az csak csipegeti a fa gyümölcseit, a másik meg nézi, hogy mikor vesz már észre. Tehát ez az a pillanat, én erre pontosan tűélesen emlékszem erre a pillanatra, erre az érzésre, amikor én észrevettem azt a másik madár. Igen. Na akkor lehet, így van, akkor igazán észre lehet venni, aki hálást megtanulja, akkor észreveszi, és akkor kezd lenni boldog. Ez a belső boldogság, az nagyon erős lesz. Hát én emlékszem, akkor én is elmondom titkos sztorimat. Légy szíves! Senki nem fogja megtudni, csak az a 200 ember, aki megtudni. Mondd el! Amikor én beköltöztem, ugye, úgy szoktuk mondani, beköltöztem a templomba, mert nálunk templomban vannak asramok, ahol lehetőség van aludni, lakni a szerzeteseknek, és akkor 96-ban, amikor beköltöztem, első szolgálatom volt takarítani Isten házát, ugye a templomot. És hát én így azelőtt, hogy én valakinek valamilyen takarítója legyek, vagy valami, az nekem nem fért be az egómnak sehova. Feszültséget csinálta. És egyszer csak abban észreveszem magamat, erre nagyon, ezt meg is jegyeztem, hogy takarítom a templomot, és pont a templom szobának volt az ajtója, emlékszem, te is jártál, még emlékszel a Máre-Remetei templomára, és ott volt a templom szobának az ajtót, és akkor ott takarítok, és az helyett, hogy tudod, ú, micsoda, én csak egy senki takarító vagyok, tudod, lehet nagyon frusztrált lenni, én nekem eszembe jutott, ó,
milyen jó, hogy van Isten, és lehet csinálni valami lelki dolgokat. És olyan boldog voltam ott, hogy most azt az ajtót ott takarítottam. Szóval az a hála, az adta azt az energiát, hogy nagyon jó minőséggel csináljuk meg a takarítást. Ahogy csak amilyen képességeim voltak, mindent belefektettünk. Igen. Akkor én elmondok megint egy sztorizunk, nem baj? Igen, sztorizunk. Nem baj, emberek szeretik a sztorikat. Hát akkor elmesélem neked, hogy mi volt életemben a legnagyobb lelki boldogság. A legnagyobb lelki boldogság. Jó. Elmondom. Ez piszkos edényeket mosogat. De hogy jutottam ide? Tudnivaló, hogy én amikor jöttem 2001-ben a Krisna tudatba, akkor az első pár hónap után akkor nem volt állásom, kaptam egy munkát Debrecenben, és kapcsolatba léptem az akkori debreceni központ vezetővel, Rám Vigyány Prabhuval, és megkértem, hogy hadd aludjak ott náluk. Nem azért, mintha nem lett volna pénzem szállodára, de akkor én már semmi máshova nem akartam menni, csak bakták közé, Krisna hívők közé. És megengedte nagyon kegyesen, és ott a saját szobában a földön aludtunk, ő is a földön aludt, én is a földön aludtam egy ilyen szivacson vagy polifómon, nem tudom micsodán, de hát ez csodálatos volt. Aztán lett munkám, meg tudom én, tehát így egy kicsit haladtam az anyagi területen is, és lépegettem, mint a kisbaba járni tanul, lépegettem a Krisna tudatban is. És aztán megtudtam, hogy a Rám Vigyány Prabhunak megváltozott a szolgálata, hogy ilyen finoman fogalmazott, valamiért hát úgy döntöttek, hogy most akkor más csináljon, és ő nem megsértődött, hanem elvállalta azt, hogy a Govindába, budapesti Govindába a vendégek evőseit mosogatja. Nekem ez egy óriási dolog volt, mert látszott rajta, hogy itt egy szentről beszélünk. Tehát az, akinek annyira nincs egója és büszkesége, hogy központvezetőből elmegy mosogatni, és egy zokszó nélkül, az egy szent, az én szememben az egy szent. Ilyen emberek nem futkosnak az utcán. Általában. Igen, képzeld. És, na jó, és akkor én még dolgoztam, és oda jártam ebédelni. És hát akkor Rám Vigyány Prabhu, amikor ráért, akkor odaült az asztalomhoz, és kicsit beszélgettünk, és egyszer elmondta nekem, hogy milyen nagy fájdalma van, mert közeledik a Rádhajátra, a Szekér Fesztivál, ugye kedves hallgatóknak, amikor Isten kijön a templomból fölül egy szekére, hogy mindenki láthassa, és mindenki megkapja az áldását, mondja Rám Vigyány Prabhu, hogy hát sajnos ő nem tud részt venni, mert szombati napon lesz a Rádhajátra, és akkor neki itt kell lenni mosogatni. Hát ezt még egy párszor elsírta nekem, és akkor jött egy isteni szikra. Azt mondtam neki, hogy figyelj. Nekem azt mondták, hogy minden szolgálat ugyanolyan érték. Akkor én beállok ide mosogatni, te meg húzd a szeket. Hát azt mondja, hát ez szó sem lehet volna, nem lehet ilyen nincs. De mondtam, de miért nem most igaz az, vagy nem igaz, hogy minden szolgálat egyforma? Hát igaz, de... Na, aztán végül abban maradtunk, hogy én beálltam mosogatni, ugye a szekér annak idején pont ott ment el a Govinda előtt a láncodon, és ezért megállapodtunk, hogy akkor ő húzza a szekeret a Lánchídig, és aztán én addig mosogatok, aztán ő levált, és akkor megyek én húzni a szekeret. Életemben olyan boldog nem volt, amikor ott mosogattam a nagy szent helyet, és amikor jött a fél egy, és megjelent a Rám Vigyány Prabhu, nem akartam átadni neki a mosogatást. De aztán ő nagyon kemény volt velem, azt mondja, hogy nincs vita, tessék cseréljük. És akkor mentem húzni a szekeret, de tehát itt most egy, hogy visszatérünk a témánkra. Én neki mindig nagyon hálás voltam azért, hogy Debrecenben ilyen kedvesen fogadott. És a társulását. És engem a hála mozgatott akkor, amikor én az ő bánatát el akartam oszlatni, hogy hadd húzza ő a szekeret, majd én most. Tehát ez itt vagyunk, tehát a hála, mint legfontosabb érzelem, ez volt itt a motiváció. És hát
nem ezért csináltam, de tény és való, hogy akkora boldogságot kaptam cserébe, amire nem is számít. Igen. Igen, hogyha van ez a hála, akkor, ezt meg tud... Igen, megmozdítja nagyon nagy erőket, és az a jó, hogy egy boldogság érzelmet. Szóval generál. Szóval hála, csak nézzük a ellentétest, hogyha hálátlan valaki, akkor a frusztrációt generálja. Hogyha hálás érzelem, igen, az boldogságot generálja. Igen. Hát tulajdonképpen, aki hálátlan, mert tudjuk, hogy van ilyen, tehát, hogy valakivel jót tesznek, és akkor az a jótevőjével csúnyán bánik, vagy nem viszonoz, ez a hálátlanság a legcsúnyább dolog a világon. Mert ez olyan, mint egy tolvaj, aki valaki ellopta a másiknak a pozitív érzelmeit, a segítségét, a szeretetét, és ezt nem viszonozza, bár azt is meg kell mondani, hogy a viszonzás az nem feltétlenül azt jelenti, hogy például, hogyha én kapok ajándékba valamit, vannak emberek, akik képtelenek elfogadni egy ajándékot, és azonnal viszonoznak, mert nem akarnak adósak lenni. Miranda Maharajtól idézte nekem valaki, hogy a viszonzás az, hogyha valaki elfogadja az ajándékot, nem az, hogy ő is ad egy ajándékot, hanem hogyha elfogadja az ajándékot, ez már annak az érzelemnek egy viszonzása. És hát tulajdonképpen azért ez kicsit, ez is egy az érzelmekhez tartozik, tehát nem viszem talán félre a beszélgetés, hogy amikor valaki képtelen arra, hogy elfogadja egy ajándékot, egy olyan ajándékot, ami motiválat, tehát nem azért kapom, hogy valamit elintézzek neki, nem egy vesztegetés, vagy egy üzlet, hanem egy igazi, őszinte ajándék, és ha valaki ezt képtelen elfogadni, az egy jellemhiba. Igen, ez is egy hálátlanság. Tehát, hogyha meggondoljuk, annyi mindent kapunk Istentől, elsősorban Istentől, de persze másokon keresztül, lelki tanítómester, egy siksagurun keresztül, vagy egy egyszerű kedves emberek keresztül, aki mit tudom, hogy kedvesen bánik velünk a boltban. Ez is egy kedvesség, amit kapunk. Tehát, hogyha ezért mi nem vagyunk hálások, akkor tulajdonképpen tolvajként élünk a világban. Igen. Igen, mert ha emlékszel, a egyik írásunkban, a tanítások nektárjában, ott a szeretet, a lelki személyek között, ami a lelki szeretet, van 6 elve, 6 anga, 6 része, miből áll. Dadati, pratigrinati. Adni ajándékot, és elfogadni ajándékot. Hogyha egy ajándékot, akkor dadati, pratigrinati, guhyam, acsati, pricsati. Szóval ugyanúgy az ajándékot elfogadni, vagy valaki meghívja minket ebédre, akkor elfogadjunk, hogyha valaki szeretne megosztani valami bensőséges gondolatokat, ami lelki témákkal kapcsolatos, akkor az is elfogadni, vagy másoknak is elmondani. Csak most tudjuk, most ez a bizalom annyira meg van ölve, hogy emberek félnek ezeket csinálni, mert nem lehet tudni, hogy most elmondasz valakinek valami, az egy perc múlva ott van az interneten, és pénzt csinálnak belőle. Hát igen. Ezt még nevelni kell az embereket, még a baktákat is nevelni. Igen, kell. Igen. Ezért... Hogy ez komolyan a bizalmas dolgokat. Igen, ezért kell nekünk különbséget látni emberek között, kinek tudjunk mondani, kinek nem. És akik tudjuk, akit látjuk, hogy képes, akkor vele lehet ezt gyakorolni. És pont ez a adni, elfogadni, ez mind a kettő hála. Mert mikor valaki nekem ad valamit, én neki ezzel örömet okozok, hogy elfogadom. Mert neki ez egy öröm, hogy én... És néha akkor én is adok neki. De tudod, van olyan is, hogy hogyan adunk egymásnak.
ó, figyelj, itt van nekem ez a dolog, hát én tudod, nem kell nekem, kidobnának, de szívesen adok ajándékba. Tudod, akkor te vagy a kukám. Amikor így próbálnak. Én ezt nem szeretem, úgyse kell nekem, nem is tudom, minek vettem, de neked nagy szeretettel adok, fogad. Ez milyen skizofrén állapot? Nekem szokták ezt csinálni. Annyit igen, változata van, úgy kell. Szokták nekem. Sok változata van, mert van úgy, hogy csak tréfából mondja az illető ezt, tehát valójában egy igazi ajándékot ad. Csak a másik szabadkozik, nem akarja elfogadni. Szóval minden, ezer ága van ennek. Igen, de 95% a tényleg a kuka című műsor kategóriában van. Nekem is szokták így néha ajánlani. Hát elfogadom, de így éreztem, na, megint kukának használták. Nem baj, ez is egy gyakorlat alázatos lenni. Igen, és valamikor tudat, és valamikor jó a szándék, csak a nem tud felépíteni a környezet, a szókörnyezetet. És ezzel kicsit elrontja, mert tényleg valaki szeretne most odaadni, és szeretne örömet okozni, de mert általában tudod, hát a védikus írások magyaráznak, hogy mindig olyan érték dolgot adjál ajándékba valakinek, amit neked is érték, főleg, hogyha akinek adsz, hogy ő is ezt nagyon értékeli. És amikor mi mondjunk, hogy itt van neked ajándék, de ez nem egy érték, meg kukába dobnék, akkor ez nem, nem jó szöveg környezet, igen. Szóval itt ez is kell tanuljunk, hogy hogy kell prezentálni ajándékokat. Igen, itt, ahogy mondtál, hogy valamikor ez csak egy őszinte ajándék, de nem jó szövegelve van. Igen. Szóval... Még egy dologról szeretnék beszélni, és ez most egy kicsit furcsa lesz. Ugye azt tapasztaljuk körülöttünk a világban, hogy rengeteg természeti probléma van. Tehát árvizek vannak, csillapíthatatlan erdőtüzek vannak, itt van ez a nyakunkban, ez a járvány. Rengeteg kalamajka van most a világban, nagyon sok probléma van a világban. Nekem van egy ilyen benyomásom, hogy ezeknek a megjelenése valahogy úgy tűnik, minthogyha egy érzelmi reakció lenne. Most én konkrétan arra utalok, hogy a védikus írások szerint a természeti erők azok nem személytelenek. Tehát ugye az elmúlt 200-300 évben az emberiség gyakorlatilag a természetet, még az élő természetet is, tehát az állatokat, növényeket személytelennek tekinti, és mint ilyet gátlástalanul kizsákmányolja. Nekem most az érzésem, hogy valójában itten érzelmi reakciókat kapunk, nem egyszerű fizikai, kémiai történések ezek, hanem emögött van valami személyesség. Mit gondolsz el? Így van. A természet velünk kapcsolatban van, és reagál a mi életünkre. Hogyha mi csak megnézünk a Srimad Bhagavatamba leírásokat, ahol leírja azt az időszakot, mondjuk 5000 évvel ezelőtt, amikor a királyok védték a természet együtt az összes polgárral, mondjuk így, ahol a természet és az állatok védelem alatt voltak. Szigorúan, ez azt jelenti, hogy nem lehetett csak úgy menni és megölni állatot. Akkor is volt valamilyen vadászat, de nem volt sose vágóhíd, meg ilyenek. Akkor a természet is reagált erre. Akkor a föld adta nagyon sok nemes fémeket, az óceán adta drága köveket, a föld adta nagyon jó termést és az időjárást. Akkor nagyon-nagyon nagy bőség volt a termésben, mint nem csak szóval ennivalóban, és akkor értékes fémek, értékes kövek, minden. Képzeld el, ez még
300 év ezelőtt, még, vagy 200 év ezelőtt még mindig ennek a visszhangja működött, mert amikor a angolok, akik próbálták kolonizálni Indiát, és elmentek néhány faluba a piacra, akkor látták, hogy mint a szotyit, drága kövek kupacokat, nem hitték el, hogy emberek így árulnak, mint a szotyit, drága kövekkel. De ez le van dokumentálva. És ezt már azért mondom a visszhang, mert akkor már elindult, hát reneszánsz időben, mondjuk így, elindult nagyon erősen személytelenítése a természet és az állatok, és ez azt jelenti, hogy értéktelenítése, hogy nincsen értékelve. Igen. Én nekem annyira fáj a szívem komolyan, amikor így megyek, és nem értem. Én ezt nem bírom megérteni, hogy miért, amikor valaki iszik egy flakon, vagy sörös doboz, vagy valami, miért oda kell így eldobni? Így megyek bárhol, nagyon sok. Hát kukába, vagy vigyünk zacskót, annyira hálátlan valaki, mert hálás ember nem tud kidobni semmit természetbe, mert ő hálás. És mivel tényleg, ahogy kérdeztél, ez történik, a természet reagál, próbál érzelmileg felébreszteni embereket, hogy nem jó irányba megy az egész emberi társadalom. Meg kell változtatni. A hozzáállás a természethez, mint a maga természet, mint a növények, mint a tájak, mint a állatok. Ezért vannak ezek az ébresztési katasztrófák. Hát nézzük meg az időjárás, hogy megváltozott. Emlékszel, a tavasz majdnem nem volt tavasz. Télen van plusz 18 fok. Nyáron van, mikor csak 10 fok. Igen, ez minden reakció. Tehát ezt a meteorológusok, a fizikusok is látják, hogy olyan komoly, mélyreható változások történtek, így történelmileg nagyon rövid idő alatt, pár év alatt. Pár év alatt. Tulajdonképpen 10 évvel ezelőtt még volt golfáramlat, jelenleg már nincsen az a golfáramlat, ami meghatározta korábban Anglia és Észak-Európa időjárását, mert a golf áramlat a Gibraltárnál megáll, megszakad, és a földközi tengert melegíti, ahelyett, hogy a Norvégiát melegítené, aminek az eredménye az, hogy sokkal szélsőségesebb lett az időjárás. Megszűnt a nyugat-keleti irányú jet stream, amit egyébként a repülők is kihasználtak, amikor Amerikából Európába jöttek, akkor egy órával rövidebb volt az út, mint másik irányba. A jet stream ebbe az irányba jött, és így kavart elő. Jelenleg most már egy észak-dél irányú váltakozó szélrendszer van. Igen. Aminek a következménye az, hogy néhány naponta extrém hideg, extrém meleg váltogatja egymást. Igen. Tehát nem szűntek meg teljesen az évszakok, mert azért még a föld forgása és keringése az még van, mint addig, de egészen máshogy reagálja rá a légkör ezeket a dolgokat. Igen. És meg lehet nézni az idei almatermést, teljesen kb. 20%-a termett, mint egy jó évben. Ez is az időjárás. Tehát földanyának elege van belőle röviden. Igen, de a földanyának más bolygókkal együtt, mert itt a bolygók is befolyásolnak a klímát, a földnek a klímáját együttesen dolgoznak, és aki asztrológiát tanul, a védikus asztrológiát, akkor tudják, hogy minden bolygó, ez nem csak valamilyen személytelen kód, és ezért így működik, nem. A bolygó mögött van egy személy. Ezért vannak a nevek, ami a bolygóknak van, a Chandra, ez a hold, ez egy személynek a neve, aki irányítja az elméjét például. Akkor van a Sáni, ugye Szaturnusz, ez is egy személy, aki irányítja, az is nagyon erős bolygó, embernek a fizikai egészséget, és így tovább, és ugyanúgy befolyásolnak a Földnek
az időjárását. És csak akartam így ebből szemszögből is rávilágítani, amit mondtál, hogy az időjárásunk, a klímaváltozás igenis nem csak úgy káoszba került, hanem a személyek irányítanak, és hogyha emberiség megtanulja, hogy milyen irányba kell változni, akkor vissza fog változni a klíma. Annak igen, ez egy... igen. Tehát ez az, a tudósok mondanak, még a jobb szándékok is, akik nem tagadják ezeket a változásokat, mert olyan is van, aki egyszerűen csak letagadjanak, de még azok is, akik nem tagadják, azt mondják, hogy ez irreverzibilis, visszafordíthatatlan. Én azt hiszem, hogy visszafordítható. Az emberiségen múlik a jámborság, ha jámborság eluralkodik, akkor ez viszonozva lesz. Így van, természetesen. Ha mi jámborak leszünk, az emberiségnek bezárják a vágóhidakat, és jámborokban élnek az emberek, akkor ennek lesz egy viszonzása. Így van, persze. Hát ezt nagyon kevesen mondják még, és sokkal többen imádják a tudományt, mint új vallást. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Nagyon szívesen. És köszönöm a kedves hallgatóknak is a figyelmet. Ez a Óranga, az Indiai Védikus Kultúra magazinja volt. Mai vendégünk Bhaktipád Goszvámi volt, és hát köszönöm szépen még egyszer a figyelmet. Madhupati Dászt hallották. Köszönjük szépen. Hare Krishna!